betelt a sziget és a pohár is. Lampedusa lakói tiltakoznak a menekült áradat ellen. A város kikötőjéhez vezető utat a halászok hajóikkal eltorlaszolták, a menekültek pedig az embertelen körülményeket kifogásolják. Csak egyetlen cél lebeg a szemük előtt, Európa. A tunéziai, egyiptomi, jemeni, bahreini zavargások miatt több ezren vágtak neki a tengeri útnak. Sokan magas árat fizetnek a menekülésért, meghalnak a zsúfolt halászhajókon. Olaszország 80 ezer menekülttel számol, és már szükségállapotot hirdettek Lampedusán. Roberto Maroni belügyminiszter bibliai exódusról beszél. A 800 ember befogadására képes menekülttáborban már 6 ezren vannak. A hétvégén Líbiából is érkeztek menekültek. Az olasz parti őrség a hajót a Lampedusával szomszédos Kis Linóza szigetére irányította. A tunéziai menekültek tegnap éhségsztrájkot kezdtek, így tiltakoznak a menekülttáborban uralkodó embertelen körülmények ellen. Akinek fedél jut a feje fölé, még szerencsésnek mondhatja magát. Többen egy ágyban alszanak, de van, akinek csak matrac jut. A menekültek többsége sátrakban éjszakázik, mert a tábor megtelt. A férőhelyeken túl gondot okoz a higiénia és az étkeztetés is. A sztrájkolók azt követeli, hogy átjussanak az olasz csizmára. Azért jöttünk Európába, hogy esetleg munkát kapunk, a szabadság, a demokrácia, és egyszerűen a jobb élet reményében jöttünk. De nem csak a menekültek tiltakoznak, a helyieknél is betelt a pohár. A helyi halászok hétfőn csónakokkal lezárták a város kikötőjének bejáratát, mások pedig szemeteseket borogattak fel, így kimutatva elégedetlenségüket. A helyiek félnek a menekültektől. Hepatitisesek, TBC-sek, vagy ki tudja még milyen betegségeik lehetnek. Nem sokára mindenkit megfertőznek, a kormánynak fütyül az egészre. Az olasz hatóságok 6-10 ezer fős szállítóhajót indítottak el a szigetre, amelyek szerdán fognak megérkezni. Felveszik a menekülteket és visszaindulnak Olaszországba. Roberto Maroni nemrég kidolgozott egy tervet a tarthatatlan helyzet kezelésére. A belügyminiszter szerint minden olasz régiónak segítenie kell, és ki kell vennie a részét a menekültek elhelyezésében. A menekültek befogadásakor meg kell vizsgálni, hogy politikai menekülte az egyén, vagy halálbüntetést róttak-e ki rá. Ha nem kapja meg a menekült státuszt, hazatoloncolják. Elképzelhető az is, hogy Olaszország uniós tagországok segítségét kéri a menekültek ügyében. Ha a menekültek elszöknek a táborból és más országba mennek, akkor könnyen visszatoloncolhatják őket Itáliába.